Szegeden utca viseli Hóbiárd Basa nevét. Azt viszont már kevesen tudják róla, milyen csúf véget ért, hiszen a szoknyabolond basát a szegedi menyecskék verték agyon a papucsuk sarkával. A híres szegedi lábbeli persze elsősorban nem gyilkos szerszámként funkcionált. A Somogyi Könyvtárban a 100 éve született Rátkai Sándor papucskészítőmester emlékét idézi egy kiállítás. Január 28-án lenne a 100. születésnapja a 2011-ben elhunyt Rátkai Sándornak, akit életében az utolsó szegedi papucsos mesterként tartottak számon. A Somogyi Könyvtár kamara kiállítása az ő emlékét idézi meg, ugyanakkor feleleveníti a messzeföldön híres lábbeli történetét. A szegedi papucs török örökség voltak éppen, a nyelvtörténet a 16. század második fele óta tartja számon a magyar nyelvben is, és hát a jellegzetes fölkonkorodó orrú török papucsból alakult ki, kezdetben még igen hasonló volt a török papucshoz a szegedi vagy magyar papucs, és hát azután azóta terjedt el, mint igen kényelmes viselet Szegeden, leginkább az árvíz utáni újjáépítés és hát az utcák járdák kikövezése tette lehetővé a papucsviseletet. Korábban ugyanis olyan mély sár borította esős időben a utakat, hogy csak bocskorban vagy csizmában lehetett közlekedni. Asszonyok is ezt a viseletet hordták. Később viszont, amikor a kikövezéssel már az utak járhatóvá váltak, akkor a bocskor szegényesnek tűnt, a csizma meg nehézkesnek, és így nem csak asszonyok, hanem férfiak is viselték a papucsot. Fölmerült az igény egy könnyű és hát elérhető áron megvásárolható lábbeli iránt. A könyvtár második emeletén berendezett kiállításhoz Nyilas Péter többek között a helytörténeti gyűjtemény fotóanyagából válogatott. Némelyik képen jól látszik, hogy a belvároson kívüli utcákat az 1940-es évekig nedves időben sártenger borította. Nagyon sok fotónk van régi szegedi papucsos cipészműhelyekről, és az egyik legfontosabb és legértékesebb dokumentumunk Bálint Sándor szegedi csizmadia és papucsmesterségről szóló kéziratának a könyvtár számára dedikált példánya, valamint az ehhez készült fotók. Ezeket tudjuk bemutatni, és hát persze jelzésértékképpen a fogadalmi templom szentélyének mozaik képén látható Szűrös és Papucsos Máriát is láthatjuk egy albumban, Dusa Béla fogadalmi templomról készült fotóalbumában, mert hát a papucsviseletet még Szűz Mária is olyan fontosnak tartotta, hogy így került fel a dom mozaikjára. A kiállításon látható kellékek, mint például a musta, vagyis bőrpuhító, az árak, bőrvágók, papucsfejek és a szék, Izsák Istvánné szegedi szűcs és papucsos egykori alsónyomássori műhelyéből valók. A szegedi papucs a két világháború között a polgárság köreiben is divatba jött, mint az asszonyok otthoni, pongyolához hordott, elegáns és magyaros viselete. Úgy tartják, hogy ennek a lábbelinek nincs párja. És ez a szószoros értelmében is igaz. A hagyományos szegedi papucs, az valóban egylábas és forgatós, ahogy mondják, ami azt jelenti, hogy a két papucs egyforma, jobbrábra, balrábra egyaránt fölvehető, és a kétlábas papucs viselete az inkább, meg készítése inkább a későbbi időkben terjedt el. Rátkai Sándor is ezt a hagyományos egylábas papucsot készítette egészen addig, amíg néptánc együttesektől és hát a ajándékként is vásárolt papucs iránt, kétlábas papucs iránt is fölmerült az igény. Ugyancsak fontos még, hogy a hagyományosan készült szegedi papucs az varrással és szögeléssel készül. Rátkai Sándor is csak az 50-es évektől a nagyobb megrendelések érkezése kapcsán készített már ragasztott papucsokat is. A kiállításban megcsodálható néhány olyan mestermunka, amelyet maga Sanyi bácsi készített. A papucsok hímzését egy időben a felesége készítette, majd miután elhunyt, egy hímzőasszony végezte ezt a munkát.
Jellegzetes motívum a kalász, a mezei virágok, a pipacs és a ne felejts. Az idősebb asszonyok sötét színű, esetleg pöttyökkel díszített papucsot hordtak. Rátkai Sándor maga meséli el egy interjúban rendkívül ízesen, hogy ő voltak éppen véletlenül lett papucsos, mert kosárfonónak tanult, de a kosárfonó mester az egy év után tönkrement, és elköltözött Pécsre, ahova az akkor 11 éves fiúcskát nem engedte el az édesanyja érthető módon, hanem azt javasolta neki, hogy válasszon más mesterséget, és mivel a gyermek akkor egy szobában inaskodott a szomszédos papucsos mester inasaival, ezért aztán átállt hozzájuk és kitanulta a papucsosságot. Úgy meséli el, hogy nem nagyon tanította őket a mester, akkor ez nem volt szokásban, hanem úgy kellett szó szerint ellesni, megfigyelni a különféle mesterfogásokat. 1943-ban lett ő önálló, és amikor a háborúból hazakerült, akkor nyitotta meg az első önálló műhelyét a Kölcsey utcában. A mostani Royal Szálló új szárnyának a helyén állt ez a műhely, erről egy fotó is ő tanúskodik a kiállításon, ahol 25 évig működött ő. Akkor költözött át a Royal Szálló bővítése miatt éppen kellett költöznie a Dóm térre, ahol 5 évig állt a műhelye. Ezt a műhelyt viszont éppen a könyvtár és levéltár építésének tervé miatt kellett lebontani, és az akkori hivatalok felajánlottak ugyan ő neki egy műhelyt, amit ő viszont nem akart elfogadni. Így aztán addig húzakodtak, amíg végül már rendőri segédlettel kellett őt kilakoltatni, vagy próbálták kilakoltatni ebből a műhelyből, és elmondása szerint ő akkor annyira megmérgesedett, hogy az összes holmiát, az egész műhelyét minden szerszámmal együtt hazavitette a Munkácsi utcába, és azonnal nyugdíjaztatta magát. A szakmát persze nem tudta ő abba hagyni, hanem ott váltotta ki a további működési engedélyt, és még egészen 96 éves korában is napi két pár papucsot is elkészített megrendelésre már akkor. A szegedi kumként számon tartott jellegzetes lábbelit ma már nem hétköznapi viseletre, inkább ajándékként vásárolják. 2004 óta védett, 2005-től csak sorszámozott darabok készülnek. Több tanítvány is kísérletezett Sanyi bácsi végül az ő műhelyének és hát papucsos boltjának a Kisernő utcai üzletnek a helyén. Most Sallai Tibor mester készít ugyancsak hagyományos módon a Rátkai Sanyi bácsi útmutatása alapján készített papucsokat, és hát ez a műhely voltak éppen egy kis múzeumként is szolgál. Rátkai Sándor munkásságát és a szegedi papucsot bemutató kamarakiállítás január 22-ig tekinthető meg a Somogyi Könyvtárban.